Itt vagyunk a Csapó utcai sétálóövezetben a 89. ünnepi könyvét és 17. gyermekkönyvnapok debreceni programsorozatán. Ahogy látszik, 18 faházban könyvesboltok, antikváriumosok, könyvkiadók kínálják a könyveket. Nagyon sok kísérő rendezvénnyel készülünk, könyvbemutatók, dedikálások várják a könyvbarátokat. És mit lehet tapasztalni az utóbbi években, hogy bejöttek az e-bookok, tényleg mindenféle online média felület, mennyire érezhető ez a könyvpiacon, mennyire olvasnak kevesebbet az emberek? Nyilván a digitalizáció meg az e-bookok világa az sok változást hoz, de azért, ahogy itt is látjuk, nagyon sokan szeretik megfogni, kézbe fogni és úgy hazavinni az olvasnivalót. Melyik műfajt viszik a legjobban? Talában itt figyelünk inkább a szórakoztató irodalom, tehát mint Agatha Christie, Lőrinc László, stb. Ez így antikvár árba, ezek elég barátiak, tehát az több példányt is visznek, az elég népszerű. A klasszikus szép irodalmat is azért még keresgélik, meg hát a kötelező korszak elindult a diákoknak, tehát azt is egyértelműen. Milyen könyveket szerettek, miért jöttetek ki? Hát én leginkább ilyen krimi és ilyen kis igaz történetek alapján íródott könyveket szoktam olvasni, az érdekel, meg ilyen nyomozós könyveket. Alapvetően én is ugye a krimiket szeretem, illetve még a skifiket, amit én úgymond én reálisnak gondolok, hogy esetleg megtörténhet. Van ez alól kivétel egy nagy kedvenc, a Csillagok háborúja, abból nagyon sok kötetet olvastam már el. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.